1969-ben jártam először ebbe a moziba. Ez a mozi akkor a Szociálnak és a Jugendstilnak egy keveréke volt. 70-ben volt nekem itt kiállításom. Ebből lett a későbbi Toldi Galéria 1975 és 76-ban, majd 81-ben a Toldi Fotógaléria. Akkor még nagyon fiatalok voltunk, és az nagyon régen volt, és az a jó, hogy tudunk erről most is beszélgetni. Borzasztó izgalmas időszak volt. Azok az évek voltak a egyetfejlődésemben a legfontosabbak, mert hogy akkor végeztem a tanulmányaimat. Gimnazista voltam, és akkor a Toldi mozi vezetője, Gémes György, meglátta valahol az én fotomontázsaimat. És 17 évesen nekem itt lent, akkor ez egy nagyobb helység volt, volt egy kiállításom. Valamikor a 70-es évek elején itt volt egy Szenes Pince, ott a cégnek a kommunista ifjúsági szövetsége, a KISZ társadalmunkába kitakarította a pincét, és csinált ott egy klubot. Ott egy ilyen, mindig voltak hetente két-három rendezvény, és a Reha György elmondta, hogy ő járt ebbe a klubba, és aki van egy ötlete, ő ismeri a művészvilág egy részét, aki alapvetően fotózással foglalkozik, és csináljunk itt egy klubot. Az első dolog, hogy a Gyuri azt mondta, hát ugye kész volt az egész terem, hogy ugye üresek a falak, legyenek valamik. És akkor én szentendrei barátoktól hoztam ide képeket, még szobrok is voltak. Azt mondta neki, hogy hát figyelj, de hát miért nem csinálunk mi itt a rendszeres kiállításokat? Mondtam a Reának, hogy persze ez rendben van, és így kezdődött. A Toldi mozinak, meg az egésznek egy hosszú története van. Ugye ez volt a kísérleti filmeknek, meg a problematikus a filmeknek a mozia, és szóval az ember ezt nagyon számon tartotta, hogy mi történik. Jártál itt. Ide? Jártam ide. Elsősorban olyan képek voltak, amik társadalmi ünnepek voltak, ugye, és akkor hát ebben mi éreztük akkoriban a társadalmi ellentmondásokat. A saját kiállításomon nem voltam, de a megelőző kiállításokon. És ott vannak is fotók, hogy itt vagyunk a Bódival, és nem tudom, iszunk, ahogy az ember akkoriban ivott. Timár Péternek volt eszköze. Vele akkor már egy ideje kapcsolatban voltunk. Ő járt oda Jugoszláviába, én is jártam ide Budapestre. Kapcsolatban voltunk, és ő kérdezte egyszer, látta a polaroid képeimet, és kérdezte, hogy hajlandó lennék kéne kiállítani ezeket a képeket. Itt nem mondtam, hogy természetesen, hát arra való, hogy lássa őket valaki, nem a fióknak készültek. Ennek a gyökerei egészen biztos, hogy ez a Bercsényi avantgárd korszak volt, amikor mi valahogy, hogy egy építész mit keres egy ilyen körben, mi ebben a 70-es évek ilyen konceptualista avantgárd légkörében, Bercsényi 28 szervezők, biztosan benne voltunk. Ez a 81, ez pont az egyetemi éveknek a legértékesebb időszaka volt. A legjobb barátom a Szalai Tibi volt, akivel már korábban a Bercsényi 28-30 kiállításokban is szervezőként részt vettünk. Most láttam először azt a helyet, ahol körülbelül lehetett az a kiállítás, a helynek a helyét, ahol a kiállítás valamikor volt. Most így belépve kicsit úgy tűnt, hogy lebúj a dolog, de azelőtt valószínűleg itt ilyen pezsgő élet folyt, és egészen más hangulat lehetett. Ez akkor így nagyon nem elmosódtak a műfai határok, tehát az, hogy egy építész bele merészkedik egy ilyen légkörbe, ez teljesen normális volt. Amikor mi összeismerkedtünk, körülbelül akkor végeztem. Igen, vagy előtte. Kísérleti textiles voltál. Bocsánat, kísérleti. Nagyon fontos, kísérleti textiles. Akkor talán így kapcsolódik. Én azt hiszem, én ezt magam választottam ki, amennyiben az volt kitéve, amit én kiválasztottam, és amit elküldtem, mert én bevallom, a kiállítást nem láttam, sőt, olyan dokumentum sincs a birtokomban, amelyik dokumentálna magát a teljes kiállítást, hogy ott a konkrét melyik képek voltak kiállítva, milyen sorrendben és hogyan. A Toldi akkor
nem művészmozi volt, hanem nem tudom, hogy hívták ezt, egy ilyen speciális mozihálózatba tartozott, ahol művészfilmeket vetítettek, tehát olyan filmeket, amit a nagyhálózatokban nem, és ehhez kapcsolódóan rengeteg rendezvény volt, alkotó, néző, találkozó, és azok is ott voltak. És ennek a falán körbe voltak fölinstalálva különböző művészeknek a fotói. Itt azok a művészek kaptak helyet, akik egyébként nehezen nyertek jogot ahhoz, hogy kiállítsanak másút, vagy hogy megszólaljanak. Barátok között körbenéztem, és azt mondtam, hogy Kolozsvári G. Miklósnak, példának okáért, ma is élő grafikus művész, hogy hát akarsz egy kiállítást, akkor még nem is volt senkinek kiállítása, miért ne akarnék, 20 éves volt, vele nyitottunk. Általában az ember akkor állít ki valamit, amikor úgy érzi, hogy valamilyen eredményt ért el. Hú, most eljutottam valahova, ezt megmutatom, mert úgy érzem, hogy ez megáll. Nem az Orki volt az első, amivel képet készítettem, mert apámnak is volt ilyen Vertica amatőrgépe, amit már kisgyerekkoromban csak kezembe adott, de az nem volt egy ilyen pályaválasztás még, viszont amikor az Orki 4-est megkaptam, és elkezdtem azzal nyakra főre fényképezni, és aztán már szégyeltem elmenni a barátnőnkhöz, aki fényképész volt, és nem akart pénzt elfogadni a képekért soha, akkor nekiálltam tanulni. Megtanultam filmet előhívni, képet csinálni, akkor behívott egy bácsi, aki szintén egy ismerős volt, behívott, hogy gyere ide, itt megtanítalak én téged képeket nagyítani. 2 évig gyártottam a Risztrosz képeket, rosszabbnál rosszabb szürkébbnél szürkébb képeket, mire rájöttem, hogy hát a fotónak a technikájára. De én a képzőszeti, akkor még főiskola volt, festőszakom. Marcsa Lajos, Isten nyugosztalja, hát ő nagyon tudta ott dirigálni. Már idézőjelben mondom dirigálni ott az emberkéket, meghatározó figurája volt ott. Hát ugyanúgy a fotó, úgynevezett fotóklubnak, ami akkor volt. Körülbelül a 70-es évek közepétől kezdtem el festő létemre fotóval foglalkozni. Ez a 70-es években tipikus attitűd volt, aki ilyen ambiciózusabban akart korszellemben dolgozni. Engem a fotó mindig is jobban megrendített, mint a film. Szóval a filmnél sose érzem azt, hogy mintha agyon nyomnának, nagyon ritkán. A fotó az, ha jó, akkor lecsapja az embert. És az, hogy egy pillanatra megáll a világ, és ha azt jó elrendezésben látod, akkor az egy utolérhetetlen élmény. Voltak nagyon konkrét inspirációk, mikor kint jártunk Amerikában 79-ben, akkor például elmentünk Bostonba, ahol az MIT működött, a Kepesféle Intézet, és hát teljesen el voltunk ájulva attól a technikai fölszereltségtől is, meg attól a szellemi mozgástól, ami ott volt. Akkor jelentek meg Amerikában az első színes szeroszképek, ami teljesen glázba hozott minket, úgyhogy ez a pár kép, amit itt majd lehet látni a kiáltáson, az például ennek a következménye, hogy egyszerűen nem hagyott nyugodni minket ez, hogy itt van egy masina, ami 3-4 színben tud dolgozni, és hát ezt ki kellett próbálnunk. Nagyon megtetszett, hogy a Polaroid manipulálható, kipróbáltam magam is. A barátom az Dolmán László, fotográfus, fotóművész, sok mindenre megtanított, ő is, mások is, de az ő konyhájában laboráltam például a képeimet éveken keresztül. Közben persze nagy dumák voltak, beszélgetések voltak, lányok is jöttek, mentek. Rendes fekete-fehér negatívokat csináltam, azokat lenagyítottam, azt átraktam egy ilyen rasteres szerokra. A raster az egy kicsit úgy megbontotta az egésznek a keménységét, és aztán hát utána ezeket ceruzával színeztem, ahol úgy éreztem, hogy a hangsúlya ott kell, hogy legyen. Akkor már ezeket a szétkent polaroidokat csinálgattam, ezt így képzeltem, hogy 3 polaroid legyen az egyiken. A háttér szétkent, a másikon ül, a Laci legyen szétkent, a harmadikon megint a háttér, és akkor ezt csináltuk meg, és nagyjából ez lett. A Polaroid SX70-esnek volt egy olyan tulajdonság, hogy amikor kijött a fényképezőgépből, tehát exponálás után azonnal kidobta a gép, akkor azon még kép nem látszott, de egy ilyen szürkés sárga felület volt, ami lassan jelent meg a kép. És akkor ott egy tompa ceruzával
lehetett nyomkodni és szkenegetni, mint a valami festéket hajtanék szét. Körülbelül egy perce, másfél perce volt az embernek, hogy manipulálja. Ez olyan, mint egy gyerek, aki felfedez valami újdonságot, egyszerűen ki akarja próbálni, akárhogyan is. Hát most látod a unokánkon, nem? Hogy igen, igen. Hát ez a Tamás kreativitása. Végtére is ez inkább hozzád kötődik. Nem és én csak itt belettem vonva a munkába, és aztán hozzá... Csütörtök délután bementetek az egyetemre, üres volt a gép, és akkor valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Hát igen. Annak idején volt ez a fiatal stúdió, fiatal fotostúdia. Ott volt egy nagyon jó rendszer, hogy beadtál egy szinopszist. Akkor megcsináltam ebből egy ekkora album volt. Bekerült a szövetségnek a ilyen kikölcsönözhető gyűjteményébe. Nyíregyházán nem tudom, hogy hol, ott ki is kölcsönözték. És aztán azóta eltűnt. Fillérekért lehetett kapni ilyen villanó fényes paketkamerát, aminek élességét se lehetett beállítani, így társaságba pak-pak. Na most ez elméletileg nagyon érdekelt. A véletlen. A véletlen, de a korlátlan lehetőség, hogy sötétbe, világosba, bárhol fotózhatok, és az iszonyatos tömege a képeknek. Önálló teret alkot, mert ezek a fotók nem olyanok voltak, mint a valóság. Tehát, hogyha ma valaki egy ilyen okos telefonnal fotóz, az hihetetlen jó minőségű. Na most ezek a fotók a gyenge minőség révén voltak mások, mint a valóság. Ezek a régi, eredeti színes másológépek úgy működtek, mint a régi nyomdagépek, hogy az alapszínek különböző fázisba lettek lehúzva, és ezt mi észrevettük, hogy itt van egy időeltolódás, és akkor így egymást fölváltva bedugtuk a fejünket a tárgyasztalra. Sietni kellett. És akkor sietni kellett, hogy a színváltásoknál a különböző fejek megjelenjenek, és előbb-utóbb ez sikerült. Úgyhogy van egy-két ilyen érdekes mozaik kép, ahol egy képen megjelenünk különböző helyzetekben más színekkel. Ez akkor egy ideig elment, mint ilyen kelet-európai szegény művészet, és ilyen outsider, kicsit lázadó, stb. Igen. Ez a sorozat, aminek egy része a kiállításon megjelenik, ez tulajdonképpen egy éjszaka készült. Ráadásul ezek egy ilyen barnításos eljáráson is keresztül mentek, aminek következtében mind a mai napig egy kicsit revesednek ezek a képek, tehát hogy picit alakul. 80-ban volt egy pécsi kiállításom, amit bevallom, egy kicsit ennek hatására is készült, mert ott szitáztam, milyen embernagyságú alakokat szitáztam vászonra, de mondjuk az alapötlet azért egy kicsikét innen ered. Mind a Toldi mozival, mind ennek a mozi műsorával, ezzel a különleges filmekkel, amit itt lehetett vetíteni, mindezzel a kiállítással szelepként kiengedték. Tehát azt gondolták, hogy az a 150-200, max. 1000 ember, aki ez eljut, az úgy is fertőzött, az úgyis Szabad Európa rádiót hallgat, és Amerika hangját, és beszél nyelveket, és talán olvas külföldi újságokat, tehát hogy azokkal nem mindegy, azok hadd csinálják. Természetesen volt egy-két kiállítás, akkor én ezt persze nem vettem észre, ami bizonyos helyeken zavart keltett. Nem is érdekelte őket nagyon a kiállítás. Tehát, hogy nem is az nem volt érdekes a vita közben ezzel az igazgatóval, hogy mi történt, vagy mi nem. Ő azt mondta, hogy parancsot kapott arra, hogy az egész Toldi stúdiót meg kell szüntetni. Amikor leállították, egyébként az volt a szép az egészben, hogy az egész, ahogy ezt csináltuk, semmi drámaiság nem volt. Tehát, amikor közölték velem a bizottságon, csak így a folyosón, hogy ja, Gyuri, nem lesz többet kiállítás. Hát akkor
akkor én nem sírtam, meg nem mondtam, nem estem össze. Ennyi volt. Ennyi, és mondtam, és miért nem? Azt nem tudjuk, hát kaptunk egy telefont. Tehát ők is valahonnan kaptak egy telefont. Meg tudjuk jelentetni az utolsó kiállítás szórólapját, ami már nem nyílik meg, és arra rá tudtam tenni az én búcsú szövegemet, és azok, akik ugyanúgy, nem hívtak be sehova, hogy maga miért csinálsz, az egész egy tudomásul lett véve.